Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Iványi Gábor lelkész, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hol van írva az Ó vagy az Új Szövetségben ez a sok jótét? Foglalkozni a szegényekkel, a rászorulókkal. Erről szól az egész Ó és Új Szövetség? Lényegében igen. Szóval a törvény betöltése az ez a fajta szeretet, ami valamilyen tettben, valamilyen jó dologban jelenik meg, de éppen a közelmúltban volt Ézsaiás vagy Jesaja könyve 60. fejezete, a mellékolvasmány vagy haftará, és abban van az, hogy ezt üzeni népének a profétán keresztül az örökkévaló, hogy a fiaid ölben hozatnak el, és királyok lesznek a dajkáid. Hát mi szeretnénk időnként királynak érezni magunkat, és ezért hozzuk ezeket a gyerekeket üdülni. Néha nem vágyik arra, hogy egy kicsit rossz is legyen? De vagyok is. Szóval nem lehet jónak lenni, csak törekedni kell rá. Most például Izraelből autista gyerekeket hozott. Mi szerint válogatták össze? Hát mi javaslatot kértünk egy Tel Avivi szociális szervezettel van kapcsolatunk, és tavaly vak fiatalokat, vagy csökkent látó fiatalokat hoztunk, és rájuk bíztuk, hogy az idén milyen csoportot gyűjtenek össze. Miután nekünk is van több sajátos nevelési igényű gyerekeket fogadó iskolánk, ezért nem féltünk attól a gondolattól, hogy autista gyerekek jöjjenek, akik egyébként bizonyos dolgokban sokkal tehetségesebbek, mint az átlag gyerek, más dolgokban meg nehezen szocializálhatók, nehezen illeszkednek be, zsenik. Önnek. Ezek a gyerekek nagyon aranyosak. Ön nem csak egy egyházat vezet, hanem az egyházon belül egy főiskolát is, ahol nagyon kemény és gyorsan munkát találnak azok, akik ott végeztek, mint szociális munkások. Én a múltkor arra tippeltem, hogy azért válogat ilyen különlegesen odafigyelésre szoruló gyerekeket, hogy a főiskola hallgatói gyakorolhassanak rajtuk, gyakorlatot szerezzenek. Hát van gyakorló terepük itt Magyarországon is, nem találkoznak velük a gyerekek igazán, mert a cél nem ez, hanem hogy elvigyük őket kalandparkba, esetleg az állatkertbe, vagy cirkuszba, vagy más olyan helyekre, ahol jól érzik magukat, és kicsit hadd kapcsolódjanak ki, hadd játszanak, ez kifejezetten most is, és a látássérült fiataloknál is arról szólt, hogy érezzék meg egy kicsit a vendégszeretetünket. Hát igen, a vendégszeretetről meg hogyan fogadjuk a vendégeket is, úgy az Új, mint az Ószövetség ír, és hogyha már a vendégszeretetnél tartunk, napjainkban a mindennapi aktuálpolitika, ugye a kvótatörvénnyel van tele. Ön már nagyon sok embert befogadott. Mi a személyes véleménye az egészről, mint lelkésznek, mint egy szociális intézmény vezetőjének? Lehetnék rossz indulat, és kérdezhetném, hogy nem előbb a saját menekültjeinkkel, a saját migránsainkkal kell foglalkozni? Nincsenek saját migránsaink, legfeljebb nem mindenkit engedünk be a társadalomnak, elég el nem ítélhető módon a társadalomnak minden szegletébe. Nincsenek belső menekültek, akkor se, ha egyesek szeretik így nevezni a szegényeket, a romákat. Hát mindenütt, mióta a világ így épül fel, egy emberi közösség, hogy abban vannak jók, rosszak, szegények, gazdagok, és mindig azoknak nagyobb a felelősségük, akiknek könnyebben megy, és többjük van. Ők azok, akik a törvényeket hozzák, a költségvetést csinálják, és nagyon ritkán önzetlenek. Na most az egész világ egy kicsi hely, egyetlen faluvá
zsugorodott, és mi nem lehetünk irgalmatlanok, szolidárisnak kell lennünk mindenkivel szemben, minden érint bennünket. Nem véletlen az, hogy a mózesi törvények között olyan hangsúlyos a jövevénnyel szembeni irgalmasság, és nem csak irgalmasság, hanem szeretet. Tehát szeresd az idegent, mert te is tudod tapasztalatból, Egyiptomból, hogy mi volt, mit jelentett ott jövevénynek, idegennek lenni. Nem biblikus nézet az, hogy tartsuk őket távol, húzzunk szögesdrótos kerítéseket, és hagyjuk veszni őket vízben, határon. Na de az irgalomnak vannak bizonyos határa, és most gondoljunk bele, hogy az egész harmadik világ szociális helyzete miatt útra kell. Nem sokkal egyszerűbb lenne ennek a nagyon sok embernek a problémáit a helyszínen orvosolni, hisz egy dollárnyi napi bevételük sincsen. Tehát az a sok-sok ráfordítás, amit idegen környezetben rájuk fordítanak, az a kirablás, amit az embercsempészek végrehajtanak rajtuk. Egy kis ráfordítással nem lehetne emberibb körülményeket biztosítani nekük saját hazájukban? Na most, aki az üggyel közelről foglalkozik, tudja, hogy az érintettek, akik mondjuk terroristák miatt menekülnek el otthonaikból, azoknak egy elenyésző töredéke indul útra. Tehát sokkal többen állnak meg a közvetlen szomszédban, mert nem akarják a szálaikat elszakítani az anyafölddel és az anyaországgal. Ez főleg jellemző a Közel-Kelet keresztényeire. Hát nem csak ő rájuk. A törökök épp úgy meg kell nézni egy-egy ünnep közelettével, hogy milyen hihetetlen hosszú karavánok mennek visszafele Törökországba. Tehát az emberek szeretik a helyet, ahonnan származnak. Ez az egyik. A másik, hogy valóban 5% alatt van azok aránya, akik messzebb útra vállalkoznak. Nagyon nagy a baj, ez látható abból, hogy csecsemőkkel gumicsónakra szállnak, és nagyon sokan belevesznek. Veszélyeztetik az életüket. Na most, akik általában hangsúlyosan helyben szeretnék támogatni a menekülőket, azok sem helyben, sem saját hazájukban nem nagyon szokták kivenni a részüket. Ebből én azt mondom, hogy amit itt teljesen fölöslegesen kerítésre herdáltunk el, azt, és az nem arra szolgált, hogy megállítsa ezt a menekült hullámot, csak arra, hogy kerítést megkerülve másfelé menjenek a menekültek. Tehát nem tettünk szolgálatot Európának, legfeljebb saját önző szempontjainknak, és ezt az összeget a veszélyben lévők megsegítésére fordítottuk volna, az sokkal tisztességesebb lett volna. Minket nem fenyegetett az a veszély, hogy elveszik munkánkat, tehát ami ki volt plakátolva, hogy kultúránkat, munkahelyeinket tartsák tekintetbe. Ez egy belpolitikai célzatú üzenet volt, nem beszélve, hogy ez magyarul írták ki. Tehát meg kellett volna várni, míg a menekültek megtanulják a világ egyik legnehezebben megtanulható nyelvét, hogy megértsék, hogy mi mit írtunk ki a plakátokra. Én nem akarok részese lenni ennek a szörnyűséges átverésnek, csalásnak, ami nem a menekültekről szól, hanem egyesek politikai ambícióiról, és azért gondolom, hogy a Biblia örök elveket rögzít, legyünk bár otthon, vagy legyünk úthon, pusztában, Egyiptomban, bárhol, a menekültekkel szemben mindig megkülönböztetett figyelmességgel kell az embernek eljárni. Mi van a hazai menekültjeinkkel, a hazai homeless-ekkel, akiknek már nincs fedél a fejük fölött, maximum a fűtött utca, vagy nyáron a hűtött utca, ahogy jobban illik, akiknek talán rajtuk kívülállókok miatt még egy napi meleg ételre sincs pénzük. Valóban ők az igazi hontalanok, és miután Biblia szerint valamennyien idegenek és vándorok vagyunk, ezen belül lenni idegennek és vándornak az kétszeresen nagy megpróbáltatást jelent. Hát számuk nem csökken, helyzetük nem javul, munkalehetőség még kevesebb van, nagyon sokan közülük alkalmi munkákat végeznek, vagy kifizetik őket, vagy nem. És hát a befolyó összeg albérletre kevés, hazavinni kevés, mert vannak olyanok, akiknek vannak vidéki szálaik, és ezért marad ez a
reménytelen körbe-körbe járás, hogy hát, ha történik valami csoda. Ugye a hajléktalanok nagy tömege a 90-es évek elején a fővárosokban, nagyvárosokban, csalt vidéki proletárokból verbuválódott, akiknek nem volt erős a gyökerük, vidéken nem tudtak visszavonulni földre vagy vidéki munkahelyre, ezek egyébként is sorra megszűntek, és hát maradt így talajtalanul egy elég nagy tömeg. A fővárosban és környékén nem megerősített információk szerint munkaerőhiány van, akkor miért nem tudnak ők beilleszkedni? Képzetlenek nagyon sokan, tehát nem lehet egyszerre leépíteni az oktatást, a szakképzést, olyan helyzetet teremteni, amiben mi is vagyunk vidéki iskoláinkkal, hogy hiába építünk fel műhelyt, veszünk fel szaktanárt, évről évre mondják meg, hogy hány főt képezhetünk, és így elveszik tőlünk a lehetőségét annak, hogy szakmát adjunk a gyerekek kezébe, leszállították a tankötelezettséget, és nem lehet egy szakmunkás képzőt sem befejezni 16 éves korig. Ebben a helyzetben nem kell csodálkozni azon, hogy nincsenek szakemberek. Az autistáktól így jutunk el, iskolákba már becsöngettek. Hány vidéki, illetve fővárosi iskola van most az oltalom, illetve az egyház kezelésével? Mi három nagy csomóba szervezzük az iskoláinkat, intézményeinket, és így 21 néhány iskola, óvoda, ennek kicsikét változik a száma időnként, mert van, ahol óvoda, sőt családos bölcsöde napközi van, mert mi a gyerekfejjel, lányfejjel szülő diákjainkat is megpróbáljuk visszahozni, és egyszerre egy bölcsödében ott foglalkoznak a gyerekkel, anyuka szünetben esetleg megszoktatja, aztán visszaül az iskolapadba. Tehát vannak bölcsödéink, óvodáink, általános iskoláink, sőt van olyan iskola, amin belül van sajátos nevelési igényű iskola rész, és van általános iskola, és van középiskola is, szakmunkás képzőintézet is, ez 20 és 30 között van, most nem tudom pontosan, éppen ezért, mert különfélék megszámolni. Egy 3500 főnyi gyereksereg az. Erre természetesen megfelelő állami támogatást is kapnak. Az idén augusztus legvégén kötöttek egy évre megállapodást velünk, miután tavasztól kezdve többször bombáztuk a minisztériumot, hogy valamit mondanunk kell a tanárainknak is. És hát kegyeskedtek egy évre megállapodást kötni, és a felét adják a tavalyi támogatásnak. A teljes támogatás sem volt elég tavaly. Mivel magyarázzák ezt? Nem magyarázzák. Ha nem tetszik, akkor ezt se adják. Lehangoló. Biztos, ha más nem, interjúnk fölébreszti az illetékeseket, és majd hozzápótolják. Az egyház mindennapi élete hogy folyik? Templomaik zsúfoltságig terve? Nem mindig, de időnként igen. És hát mindenki mást keres. Mi egy nyitott ház vagyunk, ahol én lelkészkedem, annak a Megbékélés háza a neve, annak a templomnak, ami hát a világ feszültségekkel teli pontjai felé üzen azzal, hogy mi nem akarunk háborúzni, hanem arra teremtünk lehetőséget, hogy az emberek beszéljenek, találkozzanak. Tegnap épp egy lelkésszel beszélgettünk arról, hogy vannak-e igazságos háborúk, vagy minden háború igazságtalan. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában dr. Iványi Gábor lelkész, egy főiskola és egy egyház vezetője volt stúdiónk vendége, akivel többek között arról beszéltünk, hogy elhozta Izraelből az autista fiatalok egy csoportját megmutatni nekik Magyarországot, valami mást mutatni. Tudják, az Új és a Jó Szövetségbe írva vagyon, hogy hogyan is viselkedjünk fele barátainkkal. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Most előzetesek, és már is jövünk vissza. Tartsanak továbbra is velünk.